Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadásában Daruczi Erzsébet, Király Ferencer a Minimoris Klub alapítójával beszélget. Köszöntöm nézőinket, beszélgető társam Király Ferenc, aki a hétvégén duplán is király volt, hiszen most volt a nemzetközi Minimoris találkozó, ahol 1200 minis vett részt Balatonfüreden. Önök azonban nem csak részt vettek, hanem nagyon nagy munkát vállaltak a szervezésben is. Egy kicsit arról beszéljünk, hogy hogyan is lett önből minis. Talán az legelső időpont az a karcagi általános iskola volt, a Kiskulcsosi általános iskola, ahol egy kémia órán tulajdonképpen a pad alatt nézve megláttam egy miniről szóló cikket, ez a Linner György autótípusok című könyve volt, és akkor döntöttem el, hogy nekem ilyen autómnak kell, hogy legyen. És utána Pestre jártam BMW kiállításokra, akkoriban még csak ez volt, és ott Pesten elég sok mini volt forgalomban, ezeket lefényképeztem, és sok év alatt 280 darabos gyűjtemény jött össze. Majd voltunk egy szót beutalóval Egerben, ott láttam tulajdonképpen az élőben az első két darab minit, amit nem tudtam megörökíteni, de mert még nem volt fényképezőgépem, úgyhogy minél hamarabb minden gyereknek fényképezőgépet kell venni. Utána 1975-76-ban elkerültem Túrkevére, a Ványai Ambrus Gimnázium és Közlekedési Gépészeti Szakközépiskolába, ahol a szakközépiskolai részen autószerelő képzésben részesültem 4 évig. Én ezt tartottam fontosnak mindenféleképpen, ezt tudni kell ahhoz, hogy mai napig is autószerelő vagyok, de talán egy kicsit visszavetett a egyéb irányú érdeklődésemben az a tény, hogy az első magyar órán lementünk az iskola könyvtárában Erzsike nénihez, és a tanárnőnk, Molnár Istvánné, tanárnő mutogatta, hogy hol van Ady Endre, József Attila költészete. Na most engem ez igazándiból nem olyan érdekelt. Jobban érdekelt a kisasztalon lévő svájci automobil revű, amiért ebbe az iskolába mentem tulajdonképpen. Azt én gyorsan ott leültem, kikerestem belőle a Minimoriszt, hol is van, hogy is van. És akkor a tanárnő megszólított, hogy hát maga hova tartozik. És mondom, hogy az osztályhoz. Honnan jött? Hogy hívják? Mondom, Király Ferenc. Honnan jött? Karcagról. Mik a szülei? Pedagógusok. Na, ettől a pillanattól 4 évig teljesen el volt zárva előlem mindenféle jó indulat tulajdonképpen. Ezzel érdemeltem ki azt, hogy a második magyar órán már talpas egyessel voltam jutalmazva 8. anyagból, és a naplónk is úgy ki lett nyomva középen, a saját kezével a tanárnő kinyomta, hogy ha úgy mondta a tanár, hogy na, hol kinyílik a napló, az biztos, hogy én voltam, vagy éppen a makai társam, aki utánam következett. És hát tehát így indult a dolog. De hát azért mondjuk el, hogy a tanárnőnek az utána csak bizonyított. A tanárnőnek bizonyítottam, bár nem igazán neki akartam, de sikerült, hát műszaki vetélkedők voltak természetesen, Túrkevé iskola nagyon jó volt mindig mindenben. Elkezdtem sportolni is, ez végül is jó pont volt, mert a jó sportoló azért egy kicsit jobb tiszteletbe állt az iskolában, mint aki nem sportolt, így atlétizáltam. A Tóri tanár úr volt az edzőm, futottam, jó eredményt is értünk el a csapatba, és nagyon jó volt. És egyszer volt egy műszaki vetélkedő a sportcsarnokban, az akkor megépült sportcsarnokban, és ott volt egy kérdés, amit a másik csapat nem tudott. És akkor lehetett választani pluszpontért, és akkor én jelentkeztem. Persze a Minimorisszal kapcsolatos volt egyértelműen, a hidrolasztik rugózását, azóta se tudja senki se. Na most én ezt szépen elmondtam, és akkor a szünetben Molnár tanárnő mondja, hogy hát király, hát hogy tudj maga folyamatosan, egyfolytában, értelmesen is beszélni. Úgyhogy ez volt a tulajdonképpen megtört a jég. De azért tartotta magát a dolog a 4. évig, és viszont érettségi nagyon rendes volt a tanárnő.
ő ült középen, féltem is a dologtól, és Romeo és Juliát húztam ki. Hát ez egy egyszerűnek tűnő dolog volt, már csak azért volt egyszerű, mert ezt mindenki ismeri. Hát én is láttam tévében, tehát nem olvastam el, hanem sajnos jobban érdekelt más hasonló, tehát ilyen autós dolgok. De az a lényeg, hogy jól leérettségiztem, nem buktam meg, stb. Úgyhogy a Tórkevei iskolának sokat köszönhetek mindenféleképpen a minimalisztos fejlődésemben. És hát annak is, hogy katona volt, hiszen katonakorában találkozott megint Pesten egy élő minis tulajdonossal, akinek megnézhette az autóját. Igen, katonának Szolnokra vonultam be, onnan gyorsan áthelyeztek Debrecenbe kiképzésre. Debrecenből a kiképzés után Veszprémbe kerültem egy teljesen más állományba, tehát én híradós voltam és őr lettem. De látták a kvalitásomat, tehát hamar úgymond őrvezető tizedes lettem, nem kellett úgymond bobikodni kint az őrbódékban. És ott Veszprémet is feltérképeztem miniügyileg, volt egy főorvos úr, aki kórházi főorvos a megyei kórházban, akinél többször is jártam, és volt egy katonatiszt, aki hát végül is neki, tehát fölöttesen volt erősen, már akkor is nagy rangban volt, de jó kapcsolatot ápoltam vele utána is, később is. És volt alkalom, amikor mentem haza, kimaradást kaptam, és Budapesten mentem a 6-os villamossal a Nyugati pályaudvarhoz, és a Rákóczi téren megláttam egy minit, egy bölcse kis ember tartotta a könyökét az oldalablakon. Hát ez így ilyen 84-ben olyan jól nézett ott ki, hogy de nem is tudtuk, hogy most ez milyen ember lehet, vagy hogy. Megszólítottam katonaruhában, ami elég égő volt, de viszont sok szempontból előnyt is jelentett. És hát rögtön pestiesen elhatárolta magát mindenféle beszélgetéstől, aztán amikor elővettem a fényképgyűjteményemet, ami már akkor is tetemes volt, és hordoztam mindig magammal, akkor beültetett a kocsiba, és elvitt a Nyugati pályaudvar utánra egy beszélgetés után. De nem ez volt a legelső minibeülő ülésem tesztileg, hanem ugyancsak a Nyugati pályaudvarnál álltam vonatot várva, és a piros lámpánál, az épülő Skála metrónál egy barna mini állt meg a piros lámpánál. Én gyorsan odaszaladtam hozzá, bekopottattam a jobb oldali ajtón, illető lehúzta az ablakot, és mondtam neki, hogy szeretném, ha 2-3 megállót elvinne a minivel, mert hogy nekem ilyen kocsim lesz, és hogy lássam. Már nem is volt semmi akadály, bepattantam, és hogy 3 megállót vitt. Persze, hát rögtön szlalomozott minden, ahogy kell, megmutatta, hogy mi is ez a minimalis. Hát ez is egy döntő ér volt. Utána visszajöttem vonattal, vagyis villamossal, persze a vonatot azt lekéstem, de hát nem baj, ilyen dolgok számtalanszal előfordultak, és ez nem volt probléma számomra. Hát a miniért mindent akkor, ahogy így kiderült a szavaiból, és mikor sikerült megvenni ezt a csodaszép, ma is csodaszép állapotban lévő autót? Hát folyamatos kereső munkában voltam, hogy honnan kellene, meg melyik minit kellene megvenni, mert mondom 280 darabot számon tartottam, tehát választék lett volna, hogyha eladó lett volna bármelyik is, de ez el kellett mennem egy miniszerelőhöz a Gizella utcába, aki már nekem általános iskolai korom óta jó ismerősöm volt, és kérdeztem, hogy Imre bácsi nem tud-e véletlenül egy jó minit. És hosszas várakozás után kinyögött egy nevet, akkor én ott megjelentem a lakáson. Hát ott tulajdonképpen, ami érdekes volt, hogy egy emeletes ház volt, és 3 lábtörlő volt az épület előtte, egy vizes, egy nedves és egy száraz. Na mondom, ha ilyen lesz a minie is, akkor itt nem lesz probléma, tehát egy precíz. Még ekkor nem jutottam be a lakásba, mert úgy volt, hogy ő nem eladja a minit, nem hirdette. És be is csukódott előttem az ajtó, akkor újra becsengettem, és mondtam, hogy ki küldött, na akkor már bementem, a végén a cipőt le kellett vennem, tehát nem tudom, miért volt ez a hosszas procedúra, de a lábtörlővel bejutottam, mondta a Józsi bácsinak hívták, Ikaruszban volt egyébként mérnökember, precízember, hogy majd egyszer Pesten járok, akkor majd megmutatja a minim, és mondtam, hogy most, itt vagyok, nem járunk olyan sűrűn Pestre.
És akkor villamosoztunk egy jó 15-20 percet, megmutatta a minit, hát tényleg nagyon tetszett, gondoltam, hogy ez nekem jó lesz, bár volt egy ugyanilyen típus, ugyanennyi pénzért, amit szerettem volna megvenni, de az rosszabb állapotban volt. Na, úgy gondoltam, hogy most már csak akkor pénz kell. Akkoriban keveset keresett az ember, arányosítva is, 3200 forintot kerestem, akkoriban az egy ilyen normális alap, lehetőleg a legkevesebb fizetés, amit lehetett embernek adni. Ebből gondoltam, hogy nem lesz. Na, volt ifjúsági takarékbetétkönyvem, ami minden fiatalnak volt ahhoz, hogy majd el tudjon indulni az életbe, nősülés férhez menete. Hát azóta nem vagyok nős, mert ez a pénz akkor elment, ez az 50-valány ezer forint. És tehát megvolt ez a pénz, tudtam, hogy éveket nem tudok annyi pénzt szerezni, hogy ezt egybe meg tudjam venni. Közben volt egy esztergomi illető, aki azóta is ilyet minit akar venni, de nem tud, aki úgymond ellenfelem volt, tehát ő neki nagyobb esélye volt, mert idősebb volt. Anyagilag is, meg a tulajdonos is úgy szerette volna, hogy inkább egy tapasztalt vegye meg, mint egy 24 éves fiatalember, aki esetleg majd széthajtja. Na most... Elkezdtem lottózni. Elindult a harc, igen, elkezdtem lottózni, hát ez az egyetlen módja az, hogy pénzt keresek, és akkor a harmadik vagy ötödik héten már nem tudom pontosan, a számaimra is emlékszem, lett egy négyes találatom, ami annyit jelentett, hogy mindig 100 000 forint fölött volt annak a nyereménye. Én csak 50-valány ezer forintot kaptam, de pontosan elég volt arra, hogy a 120 000 forintot összerakjam, és telefonáljak Józsi bácsának, hogy megvan a pénz, és megyek a kocsiért, és az esztergomi ember majd várhat másra, aki azóta is jó cimboram, és most is ott volt a világtalálkozón. Hát akkor így indult ez így a indult. Karrier, viszont mára már aztán tényleg minden alkatrészét, mindent a legjobb ismerője szerintem ennek a típusnak, és így jött jó, hát lassan 20 éve ugye, hogy elkezdték Karcagon is és a környéken is szervezni először ilyen baráti körként, és utána pedig egyesületként is a miniseket. Igen, így van. 1986-ban még, tehát nálam teljesen új volt ez a mini, akkor mentem a legelső Forma 1-es versenyre, a Hungaroringre, ilyen árkokon, bokrokon, dűnéken keresztül, még nem volt a kutak se kiépítve ott Magyaródnál, és ott találkoztam egy Lenin városi, ma már Tiszaújváros emberkével, akinek ugyancsak minél volt, ott vele többször is találkoztunk, kiegészült ez egy Miskolc és egy keszthelyi minisztránssal, és így együtt elhatároztuk, hogy miniklubot alapítunk. Nem én mondtam ezt ki, hanem a Lenin városi kapusi Zoli, aki már akkor ilyen vállalkozósabb jellegű ember volt, olyan nagyobb távolabbra tudott látni. Na de most mindannyian eladták a minit ezért, azért, amazért, maradtam én egyedül, és hát én láttam neki, elkezdtem hirdetni automotorban, minden autós újságban, hogy társakat keresek, társak meg is érkeztek levélbe, telefonom. Majd 1995-ben Szlovákiából jött egy invitáció a találkozójukra. Ők már hamarabb megalapították a saját klubukat Pöstényben, és oda utaztunk ki három minivel. De tudni kell az, hogy 92 óta regisztrálva vagyunk japán, német és angol és amerikai klubregiszterekbe. Tehát én írtam egy levelet 92-93-ban, hogy Miniklub Hungary, itt Karcagon elkészítettük az első matricánkat, küldtem némi fényképet, sok miniről nem tudtam, ami egybe több minit ábrázol, de rögtön el is hitték, nem is volt semmi probléma, se nem kételkedett senki, és most bizonyosodott aztán be, most a találkozón voltak ilyen emberek, akik kapták ezt a levelet, illetve régről ismertek, hogy nagyon szépen felfejlődött a klub, és érdemes volt akkor betenni a nemzetközi hálózatba, mint Miniklub Hungary Karcag. Tehát a pöstényi találkozó miután megvolt, ott nagyon jó volt a hangulat. Visszajöttünk, és évvégén a közlekedési múzeumban megfelelő helyszínt találva megalapítottuk hivatalosan a Miniklub Hungaryt, és akkor volt két tagunk, a budapesti Borostyánkői Zsolt és a bajai Kerényi László és felesége, akik már olyan pozícióban voltak, hogy ők a klubnak a cégbírósági bejegyzését is el tudták intézni, adminisztrációs dolgokat, nekem ez innen nehezen ment volna talán. Megmondom, 1989 volt, akkor még azért nem volt
hogy, vagyis 95 volt, ez már 95 volt, de 89-ben nem sok esély volt, tehát azt mondta valaki, hogy autós klubot akar csinálni, mert a futball egyesület az jó van, az, vagy horgász egyesület, de hogy autó miatt összegyűlni valakiknek, és akkor menni valahova, és akkor úgy barátkozni, az úgy hivatalosan, az úgy még talán nem volt olyan szokványos. Hát azóta azért az elmúlt 20 évben nagyon sok helyen jártak, és hát ahogy beszélgettünk most a mostani pünkösdi, ön által választott pünkösdi királyság, mindjárt megmondjuk, hogy mi is volt ez a királyság, volt a eddigi legnagyobb hazánkban, hiszen 1200 autó érkezett. Hány országból? Pontosan nem tudom megmondani, hogy hány országból, bár tudnom kellene, mert nagyon számítógépesre volt véve a regisztráció, de ezt nem tudom pontosan. Nem is volt 1170 valahány darab volt pontosan, de viszont a szombati látogatói nap, ami úgy volt meghirdetve, hogy előzetes regisztrációval, vagy nosztalgia járművel érkezéssel és bejelentkezéssel, avval meg volt a 2000 darab, tehát ezt nyugodtan mondhatom. Amit tudom, hogy ahonnan nem voltak Romániában, tehát román rendszámú kocsi nem volt, innen a környékről, de volt litván, ukrán, lengyel nagyon sok, azok kimondottan nagy társasággal jöttek, hollandok nagyon-nagyon sokan, és a hollandoknál volt az, amikor mondták a fiatalok, 25 éves fiatalok, hogy az apukájaik mondták, hogy na gyerekek, Magyarország, oda feltétlen el kell menni, főleg, hogy Balaton, mert ők már ismerték a régi Wartburgos időszakból ezt a helyet, ami azóta se változott a Balaton ott van, úgyhogy azt nem tudom, hogy hány országból jöttek, majd talán egyszer az is kiderül. De Portugáliától kezdve, Anglia, Skócia, Japánból úgy érkezett ember, hogy repülővel, de mindig minis cuccokban volt, hogy látszódjon, hogy neki is van minie. Úgyhogy... Tehát akkor megvolt ez a hatalmas nagy találkozó, és itt már többször emlegettem az ön pünkösdi királyságát. Azt tudjuk, hogy önök itt a kemping területén azért hatalmas társadalmi munkában végeztek nagyon sok mindent, tehát megépítették, elbontották, szemetet szedtek. A megyében önön kívül ki volt még itt? Tulajdonképpen az év elején, amikor már tudtuk, tehát már tavaly 2 éve tudtuk, hogy mi rendezzük ezt a találkozót, akkor nagyon keményen gyúrni kellett arra, hogy most kiadjuk a rendezést egy valamilyen rendezvényszervező cégnek, vagy pedig mi szervezzük. Na hát az utolsó, tehát hogy mi szervezzük meg, az lett a nyerő mindenféleképpen, tehát végül is nem is tudtuk elképzelni a másik módot. Úgyhogy saját közülünk a 130 tagból lett meg az a garnitúra, az a 30-35 darab ember, aki sárga mellényben folyamatosan dolgozott, ami nem csak abban merült ki, hogy a regisztrációnál volt, vagy tájékoztatóirodában, hanem a személygyűjtésbe, a kukászsákok kihordásába, a vízi biciklinek a Mini Morrisból karosszériátból csinált vízi bicikli versenynél, az elektromos munkák, teljes hálózatot kellett kiépíteni, nagy sátrakat kellett fölállítani, amit életünkben először állítottunk föl és bontottunk le. Kordonokat kellett építenünk, amit Győrből hozták el a kordonokat, nagy betontalpakkal, hát műanyag volt, de betontalpakkal. Ez szolgálta a járművek irányításához, hogy Balatonfürednek a központja ne duguljon be, hanem egy szervízúton vezettük be a miniket. Valamint az ügyességi verseny, ami egy délutáni nap volt, óriási sikerrel, fantasztikus jó időben, speakerrel, kordonnal, rendezőkkel, lángcsóvával, tehát minden adott volt, ami adott volt hozzá. Igen, érdeklődés rengeteg volt. Itt például a lengyelek igencsak kimagaslóan szerepeltek. Férfeleség, először a férj, utána a feleség, ugyanabban a kocsival, és nem gondoltak arra, hogy abban a kocsival még haza is kell menni, tehát ott aztán tisztességesen el volt kenve a szája a járműnek, hogy úgy mondjam. Tehát mindannyian dolgoztunk sokat. Rám külön még kettő feladat hárult, a kukázáson is kívül például. Az egyik klubtársunk kitalálta ezt a királyi audenciát. Most ez abból állt, hogy egy embernek be kellett öltözni királynak,
egy mininek, hát még az akkor nekem nem volt annyira természetes. Egy mininek a hátuljából csináltak egy trónszéket, ami tulajdonképpen egy utánfutó volt, egy másik minivel körbehúztak a kemping területén, és akkor volt egy bohócom, udvari bohóc, és akkor az angolul, németül, magyarul kiabált, hogy itt a király, megérkezett a király, audencia, stb., és akkor egy bordó szőnyegre betoltak, és ott tulajdonképpen egy merített papír, amire gótírással rá volt írva, hogy igazolom, én, mint a Miniklub Hungary és a találkozó úgymond királya, hogy itt járt ezen a találkozón. Ez egy nagyon szép oklevél volt, és pecséttel régi, tehát régi pecsételle is volt pecsételve, aminek egy mininek a hajtókarja és dugattyúból volt a pecsételő. Na és, tehát ez volt alapvetőleg a szándék, hogy ezt az oklevelet minél többen vigyék. Aztán utána arra lett a dolog, hogy a velem való fotózkodás, most már kiderült, hogy aztán én lettem a király, amit én nem akartam igazándiból elvállalni, hogy most akkor hogy fog az ott kinézni, hogy beöltözni királynak. De megmondom őszintén, hogy jól is állt a bordó ruha rajtam, a korona is jól állt, és mindenkinek természetes volt, hogy hát ez csak felé lehet. Tehát eleve királynak hívnak, ezt nem tudja senki se. Másképp nevezni, meg a klub alapító én voltam, tehát nem egy másik, meg harmadik, hanem én. Tehát ez teljesen természetes volt. Ez 3 nap, 3x1 órát jelentett, amikor a tűző napon kellett ülnöm. És ezt a fotót... Meg nem tesz az ember. Igen, és hát az interneten is ott voltak, hogy na, akkor Király Feri már megint, vagy így úgy, de aztán megvédtek, hogy a miniből van a szíve. Tehát ha ezt valaki kitalálta, és úgy gondolta, hogy ez jó program lesz, és az is lett, akkor tehát sikerült önképpen. A másik, amit számomra a leglényegesebb, egy járműnél az eredetiség. Tehát amikor egy jármű úgy néz ki, mint amikor ez is 1974-ben legördült a szallagról, annak van értéke, meg értelme. Legalábbis hosszú távon. Az, hogy átalakítani így is, úgy is, amúgy is, az a maga az embernek jó, mert saját ízlésére faragja azt a járművet, de előbb-utóbb rájön, ennek kell jönni akár 10-20 évnek is, hogy hát csak vissza kell tenni a régi kereket, csak vissza kell eredeti színre, minden matricát le kell róla szedni, és annak van értéke. Nos, ennek a úgymond megmérettetésnek, ahova jelentkezni lehetett már előre a regisztrációkor, és ott a helyszínen is, kiállt egy 30 darab jármű, és mindegyik úgy volt, a holland és a svájci, vagy az angol, hogy az ő kocsija valamiben kimagasló. Ez, ha valaki nagyon komolyan gondolta, akkor a trailerren hozta a kocsit. Tehát nem koptatta a motort, nem koptatta az indexkart, meg semmit se, a trailerren hozta. Na most 3 ember volt, a Borostyánkői Zsolt és másik 2 társam, aki úgymond szakmai emberek is voltak, ők átnézték a járműveket, amíg én királyi ruhába tetszelektem a program másik részén, a főtéren, és amikor ennek vége lett, akkor gyorsan átöltöztem. Annyi szerencsém volt a dologban, hogy voltak pomponos lányok is az ügyességi versenyre készülve, és pont együtt volt a öltözőnk, tehát valamilyen szinten mindenből lehet valami hasznot húzni. És akkor gyorsan átöltöztem a kukás mellénybe, ami szépen fel volt díszítve, látszott, hogy ez egy hivatalos rendező, embléma, minden rajta volt. Minibe beültem, kimentem erre a helyszínre, és én is átvettem a gépet, a többiek elmondták, mit tapasztalnak, és hát van egy szemüvegem, amit örököltem nagymamámtól, és hát amikor azt fölvettem, akkor látták azt, hogy hopp, itt most mintha nagyítóval lenne figyelve a jármű, tehát látszott, hogy összerezzenek a tulajdonosok, és volt, amiknek alánéztem, az alját mindig én néztem át a futóművet, és volt, amiken például le volt tágulva egy anya, azt észrevettem, és ezzel óriási tekintét vívtam ki, hogy még azt is észrevettem, úgy egy alánézéssel, hát az már az autószerelői szem. Utána, amikor ezeket a díjakat eldöntöttük, hogy kikapja, akkor ez a program le volt zárva, mindenki visszament a sátránhoz. Na most már itt a díjak szóba jöttek, 36 darab díj volt kiadva, a záró ünnepélyen,
Ebből 25 darabot saját kezemmel csináltam itt Karcagon a kis műhelyembe, ami annyit jelent. Minis alkatrészből. Ez, igen, igen, tehát lehetett volna serleget venni, de hát annak semmi értelme sincs. És már ez megszokás is volt, hogy én a minis találkozókra saját kezőleg készített díjat csinálok, de akkor mindig csak 3-4 kellett, azt meg tudom csinálni pillanatok alatt belül. És itt volt egy falap, amit itt készítettek Karcagon a Vasút utcán, a faipari műveknél, hogy nevezzük így. Ezt feljutattam ingyen bérmentve egy grafikai stúdióval Pestre, onnan az visszakerült ide Karcagra, mert ott gravírozták bele a szöveget. Akkor mini alkatrészem az van sok, mindenféle rozsdás, mert nem dobok ki semmit se. Ezeket szépen előszedegettem, sorba raktam, miből mit lehetne csinálni. És amikor úgy összeszedtem, hogy miből mi lesz, akkor az alkatrészeket lecsiszoltam, lefestettem, ugyancsak itt egy karcagi cég szépen lekezelte őket. Utána ezeket visszagyűjtöttem, és a helyi mélytelepen összeszedett vasakból csináltam neki tartó eszközt. A helyi Madarasi úti tüzéptelepen kunyeráltam kavicsot hozzá, hogy meglegyen a úgymond a diaráma, és akkor mindegyiken, tehát volt egy falap, nagyon szépen kidolgozva, szivacsal az alján, egy mini alkatrész, mondjuk egy féktárcsa, vízszivattyú, vagy bármi szépen kidolgozva, egy kavicságy és rajta egy mini. Mindegyik nagyon jól nézett ki, mondhatom. Amikor ez a 36 darab, a többit egy győri társam csinálta, ki volt pakolva egy asztal, én szépen belőttem precízen elvágólag, ahogy a túrkevei tanár, az egyik tanárulom is mondta, elvágólag legyen fiúkám, ez a skohász tanárulról, hálásan emlékezünk rá, akkor beeresztették a úgymond a minisztársaimat a világ összes részéről, és hát akkor ott a fotózás ment, mert ez egy újabb dózis volt, ami egy újabb olyan pont, amikor úgy lemeredtek, hogy hát, na ez igen. És akkor a záró ünnepségen elmondták, hogy ezt a klub alapító, aki a király is volt, meg a kukagyűjtő is volt, ő csinálta saját kezüleg itt a karcagi rezidenciáján. Tehát akkor mondhatjuk, hogy harmadszor is király lett. Harmadszor is király lettem, igen, úgyhogy ez jó érzés is volt, és tényleg úgy volt, hogy ezért éltem az eddigi életemben. Elsősorban, hogy sok minit lássak együtt. Tehát nekem, megmondom őszintén, sose az ember volt a lényeges, hanem a mini, hogy tehát sok minit lássak. Az, hogy ember is tartozik hozzá, az is nagyon lényeges, persze, de én alapvetőleg a miniket néztem, és a társaim... Az autószerelő az nem vészel, az mindig igen. Ott van. A társaim ezért szeretnek is, tehát nem rónak meg emiatt, mert azért tudják, hogy akkor nekik is jó miniük lesz, hogyha én a minit nézem, mert hogyha megszerelem, meg stb., akkor az csak nekik is jó lehet. Tehát akkor ez egy nagyon jól sikerült találkozó volt. Mikor fogják a szervezők önök kipihenni egy kicsikét a fáradalmukat, hiszen azért a nyáron még biztos lesz több találkozó. Nem is ekkora? Hát ekkora találkozó majd csak jövőre lesz Olaszországba, Toszkánán. Az olasz klub volt az ellenfelünk, tulajdonképpen 3 évig őket kellett megvernünk. Ők annyira azért nem mentek rá a dizájnra, vagy a arra, hogy most folyamatosan ugyanazt mutassák. Mi azért pólóval, meg mindenféle dolgokkal Németországban, meg Svájcban úgy vettünk részt, hogy ott látták, hogy mi komolyan gondoljuk ezt a dolgot. Hát végülis behozta az eredményt, ez meghozta. A megnyerték a versenyt velük szemben. Igen, mindenféleképpen meghozta. Most legközelebb Szlovákiában lesz egy találkozó, ez ugyanaz a találkozó, amit mondtam 95-ben, ami Pöstényben volt, most nem Pöstényben, lesz egy másik városban. Aztán évvégén csehországi találkozó van, szeptemberben, mindig nagyon jó. Nekünk is lesz egy, az úgymond a nagy találkozónk, azt szerintem ugyanott rendezzük meg Balatonfüreden, ebbe a Füred Campingben. Ez most mentes lesz mindenféle programtól, tehát rally, meg stb. Ez egy pihenés lesz, igen. És hát gondolom, hogy akik részt vettünk ennek a szervezésében, és tényleg nagy munkában, mert előtte is, utána is 3-4 napot ott maradni, azért az húzós volt. Tehát nekünk is most lesz majd az, ha... Csak a Balaton, és a pihenés, igen. És a napozás. Igen. Igen, és a lányok, igen. Igen, és a sör. Amit a külföldiek azért jöttek, 1 euró sör, hogy az nagyon jó. Hát
én azt kívánom, hogy még hasonló ilyen találkozókon vegyen részt szervezőként is, esetleg hát, ha visszakerül pár év múlva még hazánkba ez a nemzetközi világtalálkozó, és hát azt, hogy ezt a csodaautót még évtizedekig tudja hajtani, és ilyen szép karban tartani. Igen, hát erre hajtok én is tulajdonképpen, meg eddig ez volt az életem, bár most már gondoltam, hogy valami más irányt is meg kéne célozni, ha már ez a minis dolog beteljesült. És itt a környéken vannak azért minis társaim, Kisújszálláson is, Tiszaőrsön is, akik Debrecenbe, Békés megyében, és akik úgymond közel vannak, akikkel összejárunk még azon felül is, illetve segítjük, támogatjuk egymás munkáját, mert minéjeiket szerelem, javítom. De most már azért tényleg másra kéne gondolni. Ha már el is ment annak idején az 50-valahány ezer forintos Nősülésre szánt összeg, most már erre kéne ráhajtani, hogy ezt a mindenséget, amit eddig összegyűjtöttem, meg ortodox módon összeszedtem, azt valakinek át tudjam adni. Hát akkor ehhez csak sikereket és szép leányzót kívánok, aki az ön szívét is elrabolja a miniével együtt. Én azt kívánom, hogy legyen ebben is ugyanilyen szép sikere, mint ebben a találkozóban. Köszönöm szépen!